Remélem, jól pihentetek, csodálatos álmaitok voltak az éjszaka során, és már kora reggel megterveztétek a napotokat. Én általában mindig reggel, amikor felkelek, akkor egy kicsit, legalább egy olyan 5-10 perc gondolat saját magammal, elképzelem a reggelemet, elképzelem a délelőttömet, hogy mik azok a dolgok, amit nekem feltétlenül el kell, hogy intézzek, vagy esetleg el tudjak sajátítani. Hello mindenkinek! Üdvözöllek benneteket újra a csatornámon! Egy újabb smink videót hoztam nektek, ha érdekel benneteket, tartsatok velem! Kezdjünk is hozzá! Én már a MAC-nek az alapozóját felvittem az arcomra, előtte természetesen hidratáltam, és lényegében ennyi. Ja, igen, meg a primer. Tehát ugye a primer nagyon fontos, ugye a pórus összehúzódások, ilyesmi, hogy ugye ne az alapozót szívja be a bőrünk. Jó, egy olyan sminkre gondoltam, egy ilyen átmenetes több szín kavalkád, úgyhogy kezdjünk is hozzá. Egy fél pillanat, egy kis zenei aláfestésre gondoltam. Mindjárt meg vagyunk. Így egy kis tarka hangulat. Mit szóltok hozzá? Toplanmış geliyorlar gün aynaya günümüz.
A rózsafélje. A mozgó szemhéjamra. És a lilát kevertem össze. Egyébként, tehát elsőnek egy sötét árnyalatot vittem el fel, ami csillogó alapú, aztán egy picit világosabban. És akkor még a külső területre is felviszem a rózsaszín csillogót. És alulra is felviszek belőle, meg egy kis barna keverék. Ez a macska volt. I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong.
Ha remész. Be van vadulva a mocskám. Meg vagyunk vele, majd ezt is és hogyha ezzel megvagyunk, korrektort fogok használni, a Maybelline is mitől a Fit Me-t. Fixáljuk.
Anastasia Beverly Hills, Long Wishitót használjuk. Ide is rakom. Jó. Szóval elkészült a sminkem. Remélem jól látjátok. Remélem tetszett a videóm. Ha tetszett, akkor lájkoljátok. Kérdéseiteket írjátok meg kommentbe, és kívánok nagyon szép napot nektek, és remélem még különlegesség gyanán tudok nektek hozni egy pár dolgot. Sziasztok!